Az elmúlt évben nem volt jelentős csökkenés a nyelvvizsgát tevők számában. A híradónk által megkérdezett nyelviskolában 356 vizsga alkalom volt 2023-ban, amely stabilnak mondható. Ugyan törölték a diploma kimeneti részénél a nyelvvizsga kötelezettségét, a beviteli részen komoly a változás. Eddig maximum 28 pont járt a középfokú és 40 a felsőfokú nyelvvizsgáért, 2024-től azonban az egyetemek maguk dönthetik el, mennyit ér a nyelvtudásról szóló papír. Ezek bizonyos egyetemek esetében maradt, például a Corvinusnál minimális eltérés mutatkozik, illetve az ELTE-nél is, de vannak olyan egyetemek, ahol sajnos kevesebb pontot adnak a nyelvtudásért, mondjuk a Közszolgálati Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem ad a jelentősen kevesebb pontot a nyelvtudásért, viszont akik itt vannak a közelünkben, akár 100 pontot is érhet a nyelvvizsga, tehát érdemes mindig megnézni azt egyetemenként, hogy ki hová szeretne jelentkezni, és az a irány. Tehát például a Nyíregyházi Egyetemnél 100 pontot is lehet vinni, kapni, a Debreceni Egyetemnél is 10 és 80 pont közötti. Ami jellemző, vagy akár figyelni kell rá, hogy a kisebb nyelveknél, tehát egy olasz, spanyol, vagy akár régen az eszperantó nyelv volt még sláger, vagy a roma nyelv, azoknál a nyelveknél bizonyos egyetemek nagyon minimális pontszámban számítják be csak azt a nyelvvizsga tudást. Tehát van, ahol csak 10-20 pontokat ér, akár egy középfokú, felsőfokú nyelvvizsga és kis nyelvnél. Egyre nehezebb azonban megszerezni a nyelvvizsgát, nem azok nehézsége, hanem a jelentősen megemelkedett költségek miatt. Aki csoportos, középfokú képzésen vesz részt, annak 5-600 ezer forintot is kell fizetnie, a felsőfok pedig további 300 ezer forintba kerül, és ebben még nincs benne a tankönyvára és a nyelvvizsgadíja. Azt támogatja a kormány, hogy a nyelvvizsgák díját vissza lehet igényelni. Itt volt egy félelmünk, mert volt arról szó, hogy nyelvvizsgadíj visszaigénylését is fogják érinteni a változások, és nekünk ilyen félelmünk volt, hogy ezt akár eltörlik, de szerencsére nem törölték, hanem ahogy megemelték a nyelvvizsgadíjakat, van egy jogszabályi szabályozás, hogy maximum ugye 66.700 forint értékben limitálták a legmagasabb vizsgadíjat, ugye ez várhatóan nem egy évre szól, hanem egy hosszabb időszakra, és ezért állapították meg ezt a díjat, hogy akkor 66.700 forint értékben lehet ezt maximálisan visszaigényelni. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki 40.000 forintért csinálta az első vizsgáját, a további vizsgákat még visszaigényelheti, hanem az első sikeres nyelvvizsgának a díját tudja visszaigényelni, vagy amine benyújtotta a kérelmet, hogy visszaigényli szeretne érvényesíteni. Az összeg ugyanis a nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának napjától számított, egy éven belül igényelhető a Magyar Államkincstárnál. Azoknak a 35 év alattiaknak érhető el, akik sikeresen teljesítették első középfokú vagy felsőfokú, általános vagy szaknyelvi vizsgájukat. Azok a fiatalok is élhetnek a lehetőséggel, akik már rendelkeznek nyelvvizsgával, de annak egy magasabb fokozatát szeretnék megszerezni, vagy egy új nyelvből tennének vizsgát. Továbbra is az angol a legnépszerűbb nyelv, de sokan érdeklődnek a spanyol és az olasz iránt is.